Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Boros Gábor a vendégünk, a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok, és én is üdvözlöm a rádió hallgatókat. Itt a nyár vége, és a nyárvégi munkák kapcsán beszélgetünk, de hát főleg ezek nyári munkák még mindig, hiszen jelenleg is másodfokú riasztás van érvényben. Egyes riasztások időszakaiban milyen feladatai vannak a KVÜ-nek? Igen, vannak külön kiemelt feladataink. Az idei nyár az bővelkedett a hőségriadókban, jelenleg is ugye másodfokú hőségriadó van elrendelve. Ilyenkor naponta végezzük a közutaknak a porttalanítását 10 és 18 óra között folyamatosan. Jelen pillanatban 2 gépjárművel vagyunk kint, 2 nagy teljesítményű locsolautóval, akik a városnak a fő útvonalait folyamatosan locsolják, ezzel megpróbálva ütteni egy picit az aszfalt hőmérsékletét. Természetesen tudjuk, hogy ez csak egy nagyon ideglenes, de azért a közérzeten nagyon sokat tud javítani. A porttalanításon felül 2 párakaput folyamatosan üzemeltetünk a járókelők számára, hogy fel tudjanak frissülni. Az egyik a Kossuth téren van, a másik pedig a Deák téren található. Kérjük mindenképpen, hogy inkább ezeket használják, és ne a szökőkutakat, hiszen a szökőkutakban egy kezelt víz van, tehát az semmiképpen nem erre alkalmas. De ezen kívül 25 szökőkutat üzemeltetünk. Ezek a szökőkutak is nem csak a látványt szolgálják, hanem egy picit a levegő hőmérsékletét és a hőérzetet javítják, erre is szolgálnak. Természetesen a város szerte még 35 darab ivókút, amit üzemeltetünk, és ezeknek a használatát is javasoljuk, és mindenképpen ezeket vegyék igényben, hisz ezekben tiszta ivásra alkalmas, emberi fogyasztásra alkalmas víz van mindegyiben. Folyamatosan ellenőrzött természetesen. Nem csak az utakat frissítik, illetve locsolják, hanem a növényekre is kell nagy hangsúlyt fektetni, ők is megsínylik ezt a hőséget. Így igaz, hát nem csak az emberek, de a növényzet is rendkívül nehezen viseli ezt a hőséget, a fenntartásuk egy hatalmas kihívás számunkra. 53 darab öntözőberendezés teljes kapacitással működik jelen pillanatban is, hogy az ágyásokba telepített növényzetet megfelelő vízmennyiséggel el tudjuk látni. Az új ágyások kialakításakor, ahol lehetőség volt, csepegtető rendszer telepítettünk, amely lehető leghatékonyabb megoldás, mert folyamatosan és célzottan a növény gyökérehez juttatja a vizet, gyakorlatilag veszteség nélkül. Az öntözőberendezése el nem látott ágyásokat és a facsemetéket pedig ütemterv alapján 4 öntözőautó igyekszik ellátni megfelelő vízmennyiséggel. A gondozásunkban levő több mint 6000 facsemetét, amelyből majdnem 1000 darab friss telepítés, vízellátását elsősorban öntözőzsákokkal biztosítjuk. Ezeket folyamatosan töltjük vízzel, egy-egy zsákban 75 liter vizet töltünk körülbelül, és a zsák lassú vízdagolást biztosít. Ez kb. 10-12 óra alatt folyik ki ez a vízmennyiség, amelynek nagyon nagy előnye az, hogy 100%-osan ott marad a fa növényzeténél, vagy a fa tövében, és teljes mennyiségben elnyeli a talaj, nincs elpárolgás, nincs elfolyás. Ezzel is a talajt mélyebben átitatva, és így a fa gyökérzetét is mélyebbre rétegekben tartja, és segíti az erőteljes növekedését. A stúdióban vendégünk a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője Boros Gábor. Láthatjuk, a locsolóautók járják a várost, a növényeket is öntözik, viszont hát azért az elmúlt időszakban tapasztalhattuk, hogy tényleg egyre melegebbek a nyarak, és rendkívül aszályos időszakot élünk már most is. Sajnos ez így igaz, minden fáradozásunk ellenére az elmúlt években érzékelhető erőteljes légközi aszály hatás olyan mértéket öltött, amelyel szemben a rendszeres öntözés is kevesnek bizonyul. Nem csak a facsemeték, hanem már a termetes nagy fák esetében is ez a hőség sajnos nem tesz jót nekik, és nagyon sok fa kipusztult ezen időszakban is, hiába locsoljuk őket, bár ugye nagy fákat nem is tudjuk, erre kapacitásunk nincsen. A munkatársaink ebben a rekkenő hőségben is ugyanúgy dolgoznak a kapacitásaink maximális kiaknázásával, de sok esetben ez sem elég, tehát nem jutunk el mindenhova, úgyhogy nagyon megköszönjük, ha valaki teheti, és közelében telepített facsemetét lát, azt egy-egy vödörvízzel rásegít és megöntözi. Ez biztos, hogy nagyban hozzájárul ahhoz, hogy meg tudjuk tartani ezeket a fákat. Természetesen azt is megköszönjük, hogyha esetleg a kollégákat egy-egy pohár hideg vízzel megkínálják. És hát láthatjuk, hogy sajnos több kiszáradt fa
fa sorsa az lesz, hogy kivágják. Milyen a protokoll, illetve itt mik a feladatok egy veszélyes fa megállapítása, hogyan történik, kinek a segítségével, erről beszéljen. Sajnos évről évre egyre több a kiszáradt fa, ezek balesetveszélyessé válhatnak, ezért kivágásuk szükségszerű. A fakivágás minden esetben engedélyhez kötött, és a pótlása is kötelező. Kecskemét elkötelezett a faállomány védelme mellett, ezért csak rendkívül indokolt esetben kapunk engedélyt a fakivágásra, amely elsősorban baleset és kárkockázatának elhárítása lehet. A fápolási munkát fápoló szakmérnök kollega irányítja, azoknál a fáknál, ahol látni esélyt arra, hogy esetleg újjáélet, kivárjuk a tavaszi rügyfakadást, illetve ha egyéb okból nem egyértelmű a fa állapota, akkor vizsgálatokat kezdeményezünk, hogy az esetleges betegség, korhadás milyen mértékű, megmenthető-e a fa, vagy már biztosan balesetveszélyes. A kifágott fákat az eljárásnak megfelelően lehetőleg őszi időszakban pótolni is kívánjuk, és pótolni is szoktuk, és ezt továbbra is fenntartjuk. A gyökereket a földben futó közműhálózat viszont miatt nem mindig tudjuk maradéktalanul eltávolítani, így nem lehetséges nagyon sok esetben, hogy az eredeti helyére ültessük vissza a fát. A pótlásként ültetendő fák mennyiségét, helyét és fajtáját az minden esetben a városi főkertész írja elő, akivel szorosan együttműködve dolgozunk, és megpróbálunk olyan fafajokat telepíteni az ő irányításával, amelyek a városi környezetet és a húzamosabb aszályt is elviselik. Folytatjuk műsorunkat, vendégünk Boros Gábor, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője, és ha már növények, öntözés, akkor bizony a fűnyírás is állandó munka a cégnél, hiszen láthatjuk itt a városban, hogy folyamatosan járják a területeket, ahogy végeznek, szinte az egész várossal kezdődik előről. Ez így igaz, amire körbérünk a városon, akkor folytatjuk, kezdjük előről rendszeresen a fűnyírás, mintegy 2 millió négyzetméter füves területet rendszeres nyírása, ami a feladatunk. Meghatározott kategóriák szerint eltérő gyakorisággal ütemezetten végezzük. Jelen szárazságban az ökológiai szempontok felülírják az ütemterveket, most egyás talán nem javasolt a fűnek a tarravágása, tehát ezért vannak bizonyos területek, ahol nem is nyírjuk a füvet, csak azokon a területeken, ahol locsolás megoldott, illetve ahol a gyomnövények olyan magasra szökkentek, vagy pedig parlagfű megjelent, ott viszont muszáj is folyamatosan végezzük a kaszálást. És hogy már többször felhívtuk a figyelmet, hogy a lakosságnak mi is a feladata például a városi közterület fenntartása kapcsán. Van feladata a lakosságnak is, hisz mindig elmondom, hogy a közterület az a nevéből eden, az egy közös terület, az nem csak az önkormányzat is ezen keresztül a KVÜ felelőssége, hanem minden kecskeméti ingatlan tulajdonosé is, és szeretnénk felhívni a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a Kecskemét-megyei város 14/1999 számú helyi rendeletében foglaltakra, amelyben ezt pontosan meg is határozzák, miszerint az ingatlan tulajdonos köteles a telekhatár és az úttest közötti zöld felületet, zöldsáv fenntartását, kaszálását, gerebjézét, rendbiztosítását a telekhatártól számított 4 méter szélességben elvégezni, és amennyiben ezt nem végzi a lakosság, akkor a jegyző büntetéset, bírságot is szabhat ki. A rendelet alól azt is el kell, hogy mondjuk nincsenek kivételek sem az intézmények, sem a társaságok, sem a vállalkozások, ezt mindenkinek el kell végezni. És másik nagyon fontos, hogy már most ebben az aszályos időszakban már hullatják a leveleiket a fák, de itt az ősz hamarosan, és az a vadgyűjtés ideje is elkezdődik, és kérjük, hogy a kerti munkák során felhalmozott zöld hulladékot kizárólag a DTK előírása szerint kötegelve, illetve zöld zsákban a szállítás napokon helyezzék ki, hisz máskor ezeket a zsákok szétszaggatják, adott esetben esetleg kutyák, vagy bárki más, és akkor nagyon nagy rendetlenséget okoznak ezzel. És azt is el kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sok területen ez remekül működik, úgyhogy köszönjük a lakosság felelősségteljes viselkedését, hozzáállását, ezzel is hozzájárulnak a közös területeknek a rendezett állapotához, úgyhogy köszönet a lakosságnak. Folytatjuk műsorunkat, vendégünk Boros Gábor, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Beszéljünk még a köztisztasági feladatokról, mit takarnak ezek, milyen munkákat? Kecskemét városában a cég végzi a köztisztasági feladatokat, kézi és gépi úttisztítást, illetve az illegális hulladékoknak az elszállítását is. A köztisztaság azonban mindannyiunk felelőssége, hisz nem a KVÜ dobálja szét a szemetet, nem mi szemetelünk, mi pusztán próbáljuk egy szűk szemetelő réteg után, amely elképesztő állapotokat teremt a városban, a rendet, tisztaságot fenntartani. Ebben a munkában nagyon nagy segítségünkre vannak a KEFOG munkatársai, a közfoglalkoztatók,
tudtak, a szemetelők felderítésében pedig a kecskeméti városrendészet. És kérjük is a lakosságot, hogy aki krongálót szemetelőt lát, hívja a városrendészetet, és ők fognak intézkedni. A köztisztaság fenntartásában részt vesz minden kecskeméti polgár, cég és intézmény, aki a rendet és a tisztaságot tart fent a saját ingatlan körüli területen, egyéb felszólítás nélkül is. Ez minden kecskeméti kötelessége, és ez köszönet érte, hogy ezt legtöbben betartják és erre odafigyelnek. Azonban lassan véget érnek Kecskeméten a fesztiválok, amelyet követően a főtéren egy nagyobb takarítást tervezünk. Eddig is már volt rész, ahol takarítás történt a Kerhert Center Szőke Kft. Jóvoltából, a nyáron már megtisztult a református új kollégium előtti sétány, és ezt fogjuk folytatni, a Szabadság tér idén megült parkjai körüli térkövet fogjuk megtisztítani. És így a beszélgetés végén még egy fontos útinformáció az autósoknak, és aktuális, hogy pont itt a rádió mellett zajlik majd útkarbantartás? Útkarbantartás, illetve ez már egy útfelújításnak és minősül augusztus 30-30-én pénteken és szombaton, itt pont a Gong rádió előtti Petőfi Sándor utcai körforgalomhoz van végzünk karbantartási munkálatokat. A forgalom az egyik sávban folyamatosan biztosított lesz, de aki teheti, inkább kerülje ezt a csomópontot ebben a kétnapos időszakban, hisz biztos, hogy lesznek fennakadások és torlódások, de megpróbáljuk úgy végezni a feladatot, hogy folyamatos közlekedést biztosítani tudjuk, és köszönjük a megértésüket. Mi pedig köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.